Hányféle mód van, ahogy nézünk, és mennyi nyelv, amelyet beszélünk. Hányféle hely van, ahol lakhatunk, hány ruha, amikre elhúzhatunk. Az évfolyész indulójával kezdődött az az egészségnap a Nyíregyházi Állatparkban, amit 13. alkalommal rendezett meg a fogyatékkal élőket segítő szervezet. Már hagyomány, hogy az országban mássággal élők ezen az őszi napon összegyűlnek és közösen töltenek el egy programokkal teli napot. Nagyon sok intézményből nem tudnak kimozdulni a fogyatékosokkal, nincs rá lehetőségük, nincs kapacitásuk, és arról nem is beszélve, hogy régen együtt jártunk iskolába, tanítottuk őket, neveltük őket, és most láthatjuk őket felnőttként. Idén több mint 2000 fogyatékkal élő ember érkezett a Nyíregyházi Állatparkba, ahol az év minden napján kiemelt figyelemben részesülnek a valamilyen mássággal élők. Különösen fontosnak tartom, hogy a sérült embereken segítsünk ilyen-olyan-amolyan formában. A Nyíregyházi Állatpark teljesen akadálymentes, ez is egy nagyon fontos dolog. Évközben is várjuk a sérült embereket, szervezünk külön például vakoknak, gyengénlátóknak speciális túrákat. És hát ez a nagy nap, amikor az ország minden részéből eljöhetnek egy nap, és nem kell belépőjegyet fizetni, én azt hiszem, hogy nagyon nagy segítség, mert hát a sérült embereknek minden fillér számít. És nagyon jól érzik magukat, és terápiás célja is van annak, hogy állatok között legyenek, különféle foglalkozáson vesznek részt, én azt hiszem, hogy a lelküknek is jót tesz. Nyíregyházán kiemelt figyelmet fordítanak a fogyatékkal élőkre. 2016-ban adták át az országban elsőként azt az integrált játszóteret, ahol együtt játszhatnak a sérült gyerekek a többségi társadalomhoz tartozó fiatalokkal. Az állatparki programot nem csupán az 1981-ben létrejött évfolyész, hanem Nyíregyháza önkormányzata is támogatta. Szeretnénk ezzel a nappal is, ha éreznék, hogy nincsenek egyedül, velük vagyunk a gondjaikban, de nem csak az önkormányzat, nem is csak az állatpark, hanem itt vannak a civil szervezetek, az évfolyész, aki az egészet viszi, kezdeményezi, szervezi, illetve itt vannak a cégek, itt vannak a Michelin dolgozói, a kenyérgyár küldött kenyeret, itt vannak az egészségügyi kar, védőnős hallgatói, Rákóczi Ildikó képviselőasszony vezetésével, a polgárőrök, tehát ez a nap is egy összefogás, de én azt gondolom, hogy ez Nyíregyházán már természetes, megszokott, és ez az alapja, a háttere annak, hogy általában sikeresek ezek a programok. A meghívott vendégek jól érezték magukat, és örültek a különleges lehetőségnek. Nagyon szépek az állatok, meg jó itt lenni. A Minapunk elnevezésű rendezvényen a látogatókat nem csupán állatparki séta, hanem kézműves foglalkozások, csillámtetoválás, fotózás, arcfestés és egészséges életmódra nevelő programok is várták.